A Fidesz-KDNP szerint meg kell állítani az úgynevezett börtönbizniszt, mert az nem megy, hogy elítélt bűnözők milliókat perelnek ki a magyar államtól. A KDNP frakció szóvivője Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatójára reagálva közölte, a kormánypártok minden segítséget megadnak a jogi szabályozás megváltoztatásához. A Magyar Helsinki Bizottság azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogvatartottak és ügyvédeik mindössze a kormánytól kapott jogaikkal élnek. Ha a börtönökben emberhez méltó körülményeket biztosítanának, kártérítése sem lenne szükség. Szeretném bejelenteni, hogy a kormánypártok szerint is meg kell állítani a gátlástalan börtönbizniszt. Iparággá vált a börtönbiznisz a KDNP frakció szóvivője szerint, pedig nem pénzjutalom, hanem büntetés jár a bűnözőknek, tette hozzá Nacsa Lőrinc. Ebben a börtönbizniszben bűnözők és ügyvédek gazdagodnak. A rabok fejenként 6-10 millió forintot perelnek ki, és több ezer ilyen pert indítottak dörzsölt ügyvédek és a soros hálózat segítségével. Elítélt bűnözőknek fizetünk azért, mert a fogvatartás nem volt megfelelő. Hát hova jutunk itt? A miniszterelnök a csütörtöki kormányinfón lehetetlen állapotnak nevezte, hogy magyar ügyvédek uniós döntések alapján a rossz börtönkörülmények miatt milliókat vesznek el az államtól. Konzultáltam is az igazságminiszter, azt mondta, hogy fillért se fizessünk. Mert nagyon sok összegre büntettek bennünk, és mondtam, hogy vállaljuk a vitát, indítsuk újra ezt a vitát, ez egy lehetetlen állapot. A kormány valójában csak a magyar bíróságokkal vitázhatna. Még a büntetés végrehajtás honlapja is felhívja a figyelmet arra, hogy 2017 óta a magyar jogrendszerben is mód van az elhelyezési körülmények miatti panasz és kártalanítás lefolytatására. A bírók igenis. Az igazságügyi tárca államtitkára szerint Orbán Viktor nem arra adott utasítást, hogy ne fizessék ki a raboknak a jogerősen megítélt kártérítést, hanem hogy új keretrendszert alkosson a szabályokból. A Magyar Helsinki Bizottság viszont úgy látja, egyedül a kormány hibája, hogy sok pénzt kell kifizetnie az államnak. A kártalanítási eljárásnak, vagy ahogy a kormány nevezi biznisznek, nagyon egyszerűen véget lehetne vetni, mégpedig úgy, hogy emberhez méltó körülményeket biztosítanak a börtönben. Nem luxust, hanem 4 négyzetmétert, természetes fényt, levegőt, értelmes elfoglaltságot a raboknak. Vagyis az elítéltek is ügyvédjeik mindössze élnek a kormánytól kapott jogaikkal. Ráadásul a kártérítés egy része itthon az áldozatokhoz, illetve családtagjaikhoz kerül.